Sziasztok! Ma egy nagyon egyszerű tutoriált fogok nektek bemutatni kérésre. Azt, hogy hogyan lehet megcsinálni azt, hogy egy képen többször szerepeljetek. Nem tudom, hogy ennek mi a hivatalos neve, én most clone effectnek fogom nevezni. Ez tényleg eszméletlenül egyszerű elkészíteni, 2-3 perc. A lényeg az, hogy amikor a képet készítitek, akkor ügyeljetek arra, hogy a kamera fix ponton legyen, tehát lehetőleg egy állványon, vagy tegyétek rá egy asztalra, egy polcra, tehát hogy nem mozduljon el, mert hogyha a szög változik, akkor onnantól eszméletlenül pepecs lesz, szóval ezt nem ajánlom senkinek. Na, szóval, 3 kép fog kelleni. De annyi, amennyit akartok, ahhoz belefértek a képbe. Ki kell jelölni. Itt arra kell vigyázni, mondjuk ez a példa most pont nem jó, mert mögém vetül az árnyék, de ha mondjuk előre vetülne ide a függönyre, akkor mondjuk idáig, akkor idáig kéne kijelölni, hogy az árnyékom is ugye benne legyen, ez gondolom egyértelmű. Fogom, áthúzom az első képre, ez lesz az alapkép, és pozícionálom. Lehetőleg legpontosabban. És nézem, de itt meg is akad, tehát pont jól belövi, mert ugye ez most egy sarki kép. Jó. Ugye a képek határánál itt látszik, tehát nagyon halványan, főleg, hogy még a videónak a minősége romlani is fog, de azért észre lehetne venni, hogy hol a határ, a határa a két képnek. Ezt egy nagyon egyszerű radírra lehet tudjuk tüntetni, méghozzá úgy, hogy amit tudom, a keménységet leveszik nullára, vagy ilyen pár százaléknyira, méretezzük a képnek megfelelően, és itt van ott valahol a határ, szépen itt elhúzzuk. Eddig se lehetett nagyon észrevenni, de most már aztán végképp nem lehet. Ennyi. Majd jön a második kép. Itt ugye, itt az árnyékom, így. Itt is idáig lemegy. Ezt a részt is itt kicsit beárnyékolom, úgyhogy még ezt is ki kell jelölni. Minél hitelesebb legyen a dolog. Fogjuk. Szint úgy áthúzzuk. Na itt viszont nehéz pontosan belülni, mert a program nem fogja oda tenni nekünk, mivel nem a sarkán van a képnek, ezért ha az átlátszóságot levesszük 50% környékére, és arra kell törekedni, hogy ne, basszus, pont belőttem, mekkora. De az a lényeg, hogy az árnyékképnek el kell tűnnie így. Mert most árnyékképes, hogyha így, és akkor pont ott van. Vissza is állíthatjuk az átlátszóságot, és most már csak itt el kell tüntetni a két oldalán azt a határfelületet. Kicsit nagyobbra vesszük. Úgyni. Itt, hát ennyi volna. A kép címe: az ember önmagával vívja a legnagyobb harcot. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!